Egy éjszaka alatt lepett el a hó több magyarországi települést, így Pécset is. A Baranyai megye székhelyen a Biokon végzi a hó- és síkosságmentesítést. Jelenleg csaknem 1500 tonna útszórósó, 120 tonna zúzott kő és nagyjából 25 tonna kálciumklorid áll rendelkezésre. A közúthálózatért a Magyar Közút Nonprofit ZRT felel. A társaság már november 10-e óta téli üzemmódban működik. Az üzemeltetési osztályvezető ezekben a napokban a megyét járja kollégáival együtt. Varga Zoltánt telefonon értük el, azt mondta, már most rengeteg riasztást kaptak az igazgatóságon. Az ónos eső szerencsére Baranyában nem volt olyan mértékű, mint az Alföldön tapasztalható volt. Területileg és időben is nagyon változó mértékben jelentkezett. Az éjszaka folyamán ment át havazás formájába, munkatársaink egész éjjel kint voltak az úthálózaton, és jelenleg is kint dolgoznak az utakon. Bár a megyében foltszerűen alakult ki ónos eső, most pedig váltakozó intenzitással havazik, a közút munkatársai 33 gépjárművel járják Baranyát. Mivel fagypont körüli a hőmérséklet, ezért havas, latyakos, sónedves utakkal találkozhatnak a közlekedők. A főutakon nagyobb mértékben fekete burkolattal, de ott is azért a hónedves, sónedves burkolatokra kell figyelni. Megfelelően felkészített téli gépjárművekkel szükség szerint induljanak útnak az autósok. Ha tehetik, akkor még maradjanak otthon. Vannak még érvényben riasztásaink ónos esőre vonatkozóan. A megyében egyébként 1629 kilométernyi utat tart karban a közút, közel 150 munkatársuk áll készenlétben. Ők a téli időszakban 0-24 órás ügyeletben dolgoznak. A szakemberek előrejelzései szerint már hétfőn éjszaka kitisztul az ég, és a héten már nem kell számítani havazásra.